Bár az emberiség történelme során mindig kötődtünk a földhöz, amely táplál minket, mára ez a kapcsolat legtöbbünk számára megszakadt. A fogyasztók többsége nem tudja, hol és hogyan termesztik az élelmet, amit megeszünk. Nem érinthetik meg a földet, nem beszélhetnek a gazdálkodóval, aki megműveli. Az élelem boltokból, éttermekből és automatákból kerül az asztalunkra. Megmosták, feldolgozták, becsomagolták, talán még be is sugározták, és messziről ide szállították. De nem csak így lehet. A közösségi mezőgazdálkodás, CSA és hasonló kezdeményezések igyekeznek lerövidíteni az élelmiszerellátási láncot, és visszaállítják a kapcsolatot a gazdák és a vásárlók között, miközben értékes információkat osztanak meg a termékekről. A közösségi mezőgazdálkodás egy közeli gazda és az általa megtermelt élelmet fogyasztó emberek közötti kapcsolatról szól. A kapcsolat lényege a kölcsönös elköteleződés. A gazdaság táplálja az embereket, az emberek pedig támogatják a gazdaságot, osztoznak a terméssel járó kockázatokon és nyereségen. A közösségi mezőgazdálkodás valójában az élelmiszer megtermelésének és elosztásának egy innovatív modellje. Partnerkapcsolatot jelent a vásárlók egy csoportja, valamint egy közeli gazdaság között, ahol a vásárlók, tagok állják a termelés költségeit általában egy szezonra. A gazda nyitott a partnerségre, az együttműködésre és a kommunikációra a tagokkal. A tagokkal kölcsönös egyetértésben a farmer kiszámolja a termelés és a heti átadás költségeit, megtervezi a vetésforgót és rendszeres információt biztosít a gazdálkodás és a betakarítás menetéről. A tagok nem csak passzív átvevői a biztonságos élelmiszereknek, aktívan részt vesznek a közösség szervezésében. Részvételük az átláthatóság, az egyenlőség, a kölcsönös segítségnyújtás és a közösségi mezőgazdálkodás demokratikus működésének záloga. A tagok nem egyszerűen olyan fogyasztók, akik otthonai helyi élelmiszerből főznek és azt el is fogyasztják, hanem az eredményekben és kockázatokban osztozó partnerek is egyben. Az élelmiszerek szétosztása általában egy közös helyen történik, egy vagy több tag önkéntes segítségével. A közösségi mezőgazdálkodás mozgalma a 20. század második felében fejlődött ki a világ különböző részein, kezdve a 70-es évekbeli Japánnal. Minden kezdeményezés más, viszont négy alapvető vonás mindegyikre jellemző. Partnerség. A közösségi mezőgazdálkodás a partnerségre és az elköteleződésre épül. Általában minden egyes vásárló és a gazdálkodó ezt formálisan egy szerződésben is rögzíti. Helyi dimenzió. A közösségi mezőgazdálkodás mozgalma arra irányul, hogy az élelmiszer előállítása ismét közel kerüljön a vásárlás helyéhez. Szolidaritás. A közösségi gazdaságok a termelő és az őt támogató közösség közti szolidaritáson alapulnak. A tagok a kisléptékű, az évszakok természetes ritmusához igazodó extenzív termelés kockázatain és hasznain egyaránt osztoznak, tiszteletben tartva a helyi környezetet, a természeti és kulturális örökséget. A gazda méltányos bevételre tesz szert, amely biztosítja számára a tisztességes megélhetést. A termelő-fogyasztó kettőse a közösségi mezőgazdálkodás egy másik kulcsfontosságú eleme. Ez azt jelenti, hogy a partnerség közvetlen személyes kapcsolaton és bizalmon alapul, nincs közvetítő szereplő vagy hierarchia. Ma Európában több mint 500 000 tagjai ilyen közösségeknek, és számuk folyamatosan nő. Miért? A közösségi mezőgazdálkodás tagjai számára előnyös, hogy jól ismert forrásból származó friss élelmiszerhez jutnak, amelyet fenntartható módon állítottak elő. Rövid szállítási távolság, a kevesebb csomagolás, környezetbarát termelési mód és állatok jólétének biztosítása. A helyi gazdaság a helyi munkaerő alkalmazását is ösztönzi, így nő a helyi feldolgozás és a fogyasztás aránya. A közösségi gazdaságok közvetlenül hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdálkodáshoz és a biodiverzitás megőrzéséhez. Milyen előnyei származnak ebből a kisgazdálkodónak? Biztosabb bevétel, több idő a tervezésre és a gazdálkodásra, hiszen nem kell idejüket azzal tölteniük, hogy terményeiket a piacon értékesítsék. Magasabb ár és méltányosabb bevétel a terményeikért cserébe. Erősebb részvétel a helyi közösségben, lehetőség a fogyasztói igények közvetlen kielégítésére. A tagoktól kapott támogatás, akik részt vesznek a munkákban és a jövőre vonatkozó tervezésben. Bizalom és gondoskodás. Az európai közösségi gazdaságokkal kapcsolatos további információkért látogass el a www.urgency.net oldalra, vagy kattints a logókra a különböző országok hálózatához való közvetlen hozzáférésért.